Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval. És most ebben a videóban nem más lesz, mint Scooby-Doo-nak fogjuk a titkos bázisát megtalálni a Minecraftban. És naja, nagyon király lesz, hogy várjátok, vagy érdekeltiteket, hogy mi lesz ebben a videóban, akkor már most csapastatok egy lájkot a videómra, amit nagyon szépen megköszönök. Jaj, na, kezdjünk is bele, srácok, elvileg valamer arrafele kéne elmenni az erdőbe, de az a gond, hogy nem tudom. Tehát én sem tudom, hogy nagyon merre kéne itt mennünk, vagy bármi, szóval valahogy fel kéne mászni az egyik fára, amit nem tudom, hogy fogok tudni megoldani, de majd keresek valami indát, igen, így is van, ezen így felbírok mászni, és meg kéne keresni, hogy merre kéne, úristen, elmenni, hát itt rengeteg fa van, srácok. Mindegy, valamer így errefele szépen indulunk, ebbe így errefele kéne valahogy, nem tudom, hogy pontosan így. Hogy kéne, remélem, hogy valahogy így errefele majd így átállunk a ház irányába. Remélhetőleg kíváncsi vagyok, hogy Scooby-Doo amióta utóra. Ó, itt egy pár. Ó, ott a ház, látjátok, ott elkezdett betölteni. Hát én ezeket a zombikat kikerülöm, mert nekem nincsen kardom, szóval. Meg amúgy is el fognak égni, szóval én nekem nem annyira nagy célom, hogy ezekkel megküzdjek. Szóval, ja, menjünk is szépen tovább. Ott van már a ház, amit mi keresünk, szóval. Azért ez így eléggé nagy szerencse, hogy pont úgy jöttünk, hogy legalább oda fogunk találni. Hát kíváncsi vagyok, igen, azt akartam elkezdeni, hogy ez ott mi? Srácok, mindegy, azzal nekem nem hiszem, hogy törődnöm kell, abba hagyta, lol, na mindegy. Szóval kíváncsi vagyok, hogy Scooby-Doo vajon mennyire lesz velünk gonosz, vagy bármilyen, de ez így mi volt, hogy így leütöttek minket a fáról, na mindegy. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Visszatépésztek minket. Ott egy halálfej, értem. Tehát ott egy halálfej, jó, hát ez biztos, hogy pozitív. Amúgy srácok, ismerős a ház. Nem tudom, hogy honnan ismerős, de valahonnan ismerős. Miért nem bírok bemenni? Engedjetek be! Úgy van, szépen engedjél be. Itt is egy halálfej. Miért van tele halálfejekkel, srácok? Hát Scooby-Doo bázisa vagy háza, miért van tele ilyenekkel? Hát nem azért mondom, de ő félős, ő miért akarna ilyeneket berakni a házába, ez mi? Ez valami zuhanyzó, vagy nem tudom, ja, valószínűleg ez valami zuhanyzó akar lenni, mindegy. Gyors, akkor én körbenézek, ez lesz itt a konyha. Valamilyen blokkrakódást itt hallottam. Ez itt, ez lesz itt a kajáda féleség, jó, ez itt eléggé királyhely. Itt hátul valami hangokat hallok, nem tudom, hogy milyen hangokat hallok, de azt majd mindjárt megnézem, hogy a ház környékén. Emelet van. Oké, itt van egy emelet, ami be van zá... én hallottam valamit, hogy így valami csapódik. Na mindegy, itt van valami. Mi van itt? Hálószoba, na nézzük. Hálószoba, ami igazából így nagyjából üres. Mi a... ez magától nyílt ki? Mindegy. Mi a... ez... mi ez az ajtó, srácok? Ki találta ki ezt az ajtót? Vagy... mi a... megint? Mi? Hagyjuk ezt az a vizét, mi ez, ládát, én ezt nem értem, na mindegy. Ez volt itt egy ilyen hálószoba. Ez itt szerintem még egy hálószoba, ahogy látom. Ja, de mondjuk ezt már nem nagyon bírom kinyitni. De itt megint csapkodtak valami csapóajtók, vagy nem tudom még. Itt egy titkos, itt van valami járat. Itt sincsen nagyon semmi, érdekes, na mindegy. Még itt volt valami, így is van, itt van egy ilyen kis kiülő, ez is eléggé királyon néz ki. Na jól van, menjünk fel ez a fenti részhez, hát ha itt találunk valami érdekeset, tele van itt minden ládákkal, meg ugyanúgy koponyákkal, hát mi a... ott van Scooby-Doo, eltűnt. Hogy tűnt el? Scooby-Doo mi a... hallod? Te ezt hogy csináltad? Scooby-Doo, ne, ilyeneket nem játszunk, ilyeneket nagyon nem játszunk, jó, ide bebújok, ne, inkább oda bezárlak, szia, jó, akkor ide kizárlak, szia, jó, ne, beleragadtam, hogy nem a pókhálóba, hagyd mi, megütött, mindjárt megöl, Scooby-Doo, ne, itt van valami kert, jó, ide befutunk, Scooby-Doo, ide nem jöhetsz, ha, ez biztonsági zóna, ott, ide nem jöhetsz be, ez ide nincs erőd, tudod, ezt így kiszoktuk találni, így a játékot, látod? Igen, ide nem tudsz bejutni, ez a szuperzóna, vagy valami. Nem tudom, hogy mi, de... reméljük, hogy nem fog itt legalább bántani. Ír nekünk valamit a táblára, azt mindjárt... el is olvassuk, bocsás, rácok, csak... kölgnöm kellett, na. Na jó, ez már kezd gáz lenni, hogy ennyit kölgök. Na mindegy, na nézzük! Szia, Dani! Mi már találkoztunk ebben a... igen, ebben a dimenzióban, videóban, Minecraft világban.
házamban, de te betörtél, és miért tetted? Nem törtem be. Ezt, ó, itt amúgy vannak szerszámos srácok. Hát most nézem, hogy ezekkel vissza tudok én. Scooby-Doo, azt mondtam, hogy ez biztonsági zóna, és 3 HP-n van, légy szíves, ne akar már engem megölni. Figyelj, nézd, nézd, gyere, gyere, itt egy virág, látod? Legyünk barátok, ezt a te virágodból oda, fél HP-n van, kedves Scooby-Doo. Nagyon, szeretett teljesen megköszönném, hogyha nem bántanál engem, jó? Köszönöm szépen. További kellemes napot, én megyek be a házamba, jó? Figyelj, én megyek haza, jó? Te nyugodtan maradj ott, én bemegyek a házikomba. Szia, szia, ez mostantól az én házam, ne gyere be, meg kívom arra, elkaplak. Ne kapjál, ne akarjál kapni, hallod? 3 HP-n van, ne játszunk ilyet, jó? Ez nem jó játék, Scooby. Jó, ide bebújok, tuti nem fog észrevenni. Jó, mondjuk az a gond, hogy ez annyira feltűnő hely, na mindegy. Mit tudom én, bujócska? Nem bujócska, nem bujócska! Nem vett észre, ez jó, jó, oké. Visszajön, jó, nem jön vissza, jó, oké, ide már bejött, de csak nem fog még egyszer bejönni, nagyon remélem. Jó, gyors, ne, olyan, a kaját észre fogja venni, ugye nem vette észre, nem tud, hogy, ne, hello, én egy ajtó vagyok, arra ment, én egy ajtó vagyok, esküszöm, arra ment, léci. Haló? Ne. Beszárt engem, nem már, de most... Jó, mindegy, kátra... Most komolyan be akarja fedni az egészet, srácok? Srácok, ezt be akar fedni minket teljesen? Jó, valahogy ki kell jutnunk minél gyorsabban. Jó, ezt a izét gyors ki kéne szednünk is, futni kéne, amilyen gyorsan csak tudunk be. Be akar engem ide záratni, de nem már fél HP-n van közben a mérge miatt, utálom ezt a mérget. Kitalálta ki a méregpotit a Minecraftban, jó, legalább felvitte a HP-nkat, jó, nem érdekel, én nem futok, srácok. Innen nagyon gyorsan el kéne szaladnunk valahogyan, mert most Scooby-Doo, most nem tudom, mérges vagy valami, mindegy. Bebújok, ezt hogy csináltad? Hallod, ezt hogy csináltad most, ezt így, nem már, hagyd már békén, miért mindig, nem hiszem el, jó, ide bebújok, nem veszel észre, jó, nem vett észre, király, akkor én visszamegyek, jó van, hello, köszi, észrevett, nem vett észre, jó, gyors, visszamegyünk a házba, de menjél már be, nem akarok meghalni, jó, oké, nem tudom, hogy mit kéne csinálni, várjatok már, lehet, hogyha én esetleg így, Csak így hirtelen bebújok. Na jó, ez azért már tényleg jó rejtek hely. Jó, ide bebújjunk, srácok. Ide biztos, hogy nem fog engem észrevenni, legalábbis nagyon remélem, mondjuk. Az előbb is magához tudott tépézni, meg itt hozzám. Nem. Viszont nem. Nem menekülsz. Jó, rendben, hát én nem is akarok elmenekülni. Én arra gondoltam, hogy te fogsz tőlem elmenekülni. Mert érted, enyém lesz a házad, meg minden, azt ilyenek. De hogy nem látom a nevét. Ez. Ó, este lett. Királyság. Jó, mindegy, nem baj, én akkor is itt fogok bújni, és én nem fogom magamat megmutatni, vagy mondjuk azon valamit kéne csinálni, mert ez így nem tudom, ez így nem vezet engem előre, hogy én itt bújk, ott van a neve, oké, vége, mi az, hogy vége, mi ez a sok robbanás, te, ne, mit csinál, srácok, jó, nem tudom, én így kinézek, hogy mi történik, ki kéne nézni, hogy mi történik egyáltalán, Aha! Ez felrobbantja az egész házat, ez beteg! Jaj, de meneküljünk! Jó, nem vett észre? Ugye mondta, hogy nem vett észre. Szerintem nem vett észre. Észrevett szerintem. Nem. Oké, a házat rombolja. Csak nem vett észre. Ne. Mondta, hogy nem ide. De ide bombázik, srácok, szerintem. Szerintem észrevett, hogy nem. Nem már. Kigyulladt az egész erdő, meg az egész házát szétszette csak miattunk. Milyen kedves tőle, halljátok. Jó, én nekem van egy olyan érzésem, hogyha lelépünk még gyorsan, akkor talán túl fogjuk tudni élni, és nem kell. Jó, oké, ez így beválhat. Ez így nagyon beválhat, ahogy egyre hangosabban hallom a robbanásokat, ez itt követ engem, srácok, meg fogok halni. Nem, Leráztam. Annyira ijesztő ez a mocsár is. Kirakott ide egy mocsarat. Ki az, aki mocsárba akar költözni, és miért? Jön valaki mögöttem? Nem. Szerintem senki nem jön mögöttem. Ó, Istenem. Gyors, ki kéne ebből az egész mocsárból jutni, srácok, és talán túl élnénk az egészet akkor. Legalábbis nagyon remélem, lehet, hogy el fogunk tudni szökni Scooby-Doo
elől, ja, mondjuk már kezdünk eléggé messze távolodni, és nem is nagyon hallom már robbanásokat, szóval szerintem, srácok, ez sikerült. Mi a ne? Ne szívas! Ne szívas, hogy itt van! Hogy került ide? Srácok, most miért? Miért kell ezt? Jó, nem érdekel, futok. Csak tűnjük el ebből a mocsárból valahogy. Legalább a nyílt terepen legyünk, vagy... Na, valaki megütött! Ne már! Ne! Meneküljünk! Ne, könyörgöm! Mi van? Jó, felmár... Na, itt van! Hogy kerültél ide? Menj innen! Scooby-Doo! Miért kell ezt csinálnod? Hallod? Én tényleg tökre jó fej voltam. Jó, itt egy csónak, köszi. Köszi! Ajaj, mondjuk itt sokkal... Ajaj! Ne! Sok a tavirózsa! Sok a tavirózsa, meg minden! Jó, a tavirózsákon, ahogy látom, átmegy eléggé lazán a csónak. Jó, rendben, királyság. Hallod, Scooby-Doo? Nem akarod abba hagyni az ilyen lövöldözéseket? Légy szíves! Jó, leráztam? Mondta, hogy leráztam. Hallod? Légy szíves! Mondta, hogy oké, én de kimegyek szerintem, és én remélem, hogy lerázom ezzel. Mondjuk nem kellett volna összetörni a csónakot, na mindegy. Oké, szerintem nyertünk, srácok. Nyertünk, akkor én lehet, hogy elköszönök, mert már egy ideje megy a videó, de jó, mindegy, én elmegyek szerintem a szigetek a másik oldalára, lehet, hogy legmesszebb akarok kerülni ettől a Scooby-Doo-tól, mert most tényleg megijedtem most ettől, hogy így ilyen nagy hatalma van, meg minden. Hát srácok, túléltük a dolgokat, meg tudtuk nézni, hogy milyen a bázisa, de biztos, hogy nem tudom, lehet, hogy nem is az igazi Scooby-Doo volt, fogalmam sincs. Na mindegy, hogyha tetszett ez a videó, akkor csapostok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, csekkoljatok meg a többi csatornámat is, és ja, találkozunk legközelebb is, és itt volt mögöttem. Én Tony voltam, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!